Jó napot kívánok, szervusztok gyerekek! Teri tanítónéni vagyok a Hajdújárási Petőfi Sándor általános iskolából. Másodikosokkal magyar óránk lesz. Egy rejtvénnyel, gondolkodtató rejtvénnyel kezdem. Három szót láttok egymás mellett. Nem, se, épp. És ezeket a ennek a szónak a betűit, ha megfelelő sorrendben felcseréljük és egymás mellé rakjuk, akkor megkapjuk a mai óránk témáját. A betűk alatt lévő számok mutatják, hogy milyen sorrendben kell kiemelnünk a betűket, hogy megalkossuk az új szót. Az első az N, következik az E, harmadik a P, negyedik az M, ötödik az E, hatodik az S, és hetedik az E. Tehát a mai óránk témája is egy népmese lesz, mégpedig a halász és nagyra vágyó felesége. Megtaláljátok az olvasókönyvetekben, de ajánlom, hogy olvassátok velem együtt a képernyőről. A halász és nagyra vágyó felesége. Népmese. Messze az Óperenciás tengeren is túl, egy kis kunyhóban élt egy öreg halász zsörtölődő feleségével. Egy napon szép halat fogott az öreg. Ereszel engem, jó ember! Hálából teljesítem minden kívánságod. Így szólt a hal, s a jószívű öreg halász visszaengedte a vízbe, s aznap hal nélkül ment haza. Elmondta a halász a feleségének, mi történt a tengerparton. Az asszony visszaküldte, hogy kérjen a haltól a kunyhójuk helyett egy szép házat. Elmondta a halász a felesége kívánságát a halnak, az meg így felelt rá. Menj haza, öreg halász, otthon vár már a szép ház. Így is történt. Mire a halász hazaért, az öreg kunyhó helyén szép ház állott. Örült az öreg a szép háznak, de a felesége új kívánsággal hozakodott elő. Kastélyt kér nekem a haltól. Újra elment a halász a tengerpartra, és elmondta a halnak az asszony új kívánságát. A hal csak azt felelte. Kapzsi, asszony, a te feleséged, de menj csak haza, már vár a kastély. Így is lett, mire a halász hazatért, a szép ház helyén hatalmas kastély állott. Ezzel sem elégedett meg a halász felesége. Azt vette fejébe, hogy ő királyné akar lenni. Ment a szegény halász, elmondta a halnak az asszony kívánságát. Erre aztán mérges lett a hal. Azt mondta, nem csak kapzsi, hanem gonosz is a te feleséged. A mások munkáján akar uralkodni. Nem érdemel mást, csak kunyhót. Ez a mese szövege. Többször is elolvashatjátok majd az olvasókönyvből. Helyszíne a tengerparti kis ház, szereplője halász és a felesége, és csodatévő elemként megjelenik az aranyhal és a mesében. Az első, amiről beszélnünk kell, hogy milyen sorrendben követték egymást az asszony kívánságai. Visszaemlékeztek az előző két képre, akkor ott a mese szövege mellett balról megjelent egy szép kis ház. Tehát az első kívánsága egy szép ház volt. Ha
halász boldog lett volna ezzel, de a felesége még többet szeretett volna, már nem volt elég a kunyhó után a szép ház, és visszaküldte a férjét, hogy kastélyt kérjen a haltól. Ezt is megkapta az asszony, mivel nagyra vágyó volt, nem elégedett meg ezzel sem, mindig többet és újabbat akart, így már nem is tárgyakat kért a haltól, hanem hatalmat, és a harmadik kívánsága az volt, hogy királynő legyen, és ő uralkodhasson mindenki felett. Tehát szép házat, kastélyt kívánt, illetve királynő szeretett volna lenni. Következő megoldandó feladat. Visszaemlékezzetek, hol élt a halász meg a felesége? A lehetőségek? A tópartján? A tengerpartján? A hegylábánál? Vagy a falu végén? Hát a kis kunyhójuk a tenger partján állt. Milyen halat fogott ki a halász a mesében? Aranyhalat, pontyot, keszeget vagy harcsát? Bizony, egy aranyhalat, aki megígérte, hogy teljesíti a kívánságaikat, teljesíti három kívánságukat. Következő kérdésünk tulajdonképpen az asszonyra vonatkozik, mert az asszony volt nagyra vágyó. Hát milyen ember is az, aki nagyra vágyó? Soha nem jó neki semmi. Az első meghatározás, önző, vagy mindig többet akar, vagy türelmetlen. Ha visszagondolunk az asszony viselkedésére a mesében, akkor bizony olyan ember, aki mindig többet akar, hiszen a szép háztól, a kastélyon keresztül eljutott a hatalomig, a királynőségig is, azzal sem volt megelégedve. Tehát mondhatjuk, hogy itt a mesében az asszonya jellegzetes rossz szereplő, aki rossz tulajdonságokat jelenít meg. Következő feladat egy kicsit becsapós, így hangzik az utasítás. Melyik mondat nem kapcsolódik a mese tartalmához? Tehát nem azt a mondatot keresünk, ami kapcsolódik, hanem amely nem kapcsolódik a mese tartalmához. Az öreg halász egy halat fogott. Ez kapcsolódik. Az asszony kívánságai ugyancsak kapcsolódik. A tündér teljesítette a kívánságokat. A tündér nem ebben a mesében teljesítette a kívánságokat, hanem a Három kívánság című mesében, amit már feldolgoztunk. Itt az aranyhal teljesített, tehát ez a mondat nem kapcsolódik a meséhez, és van még egy mondatunk, az aranyhal büntetése, ez is a meséhez kapcsolódik, mert mindent elveszítettek, amit kívántak, az asszony telhetetlensége, nagyra vágyása miatt. És még maradva az asszonynál, a következő feladatnál, a felajánlott
tulajdonságok közül meg kell jelölni aláhúzással azokat, amelyek az asszonyra jellemzőek. Nézzük a lehetőségeket. Kedves, kapzsi, gonosz, szerény, telhetetlen, barátságos, lusta, nagyra vágyó. Amikor majd többször elolvassátok a mese szövegét, akkor ki fog derülni, ha így első hallásra nem is, hogy bizony kapzsi volt. Kapzsisága mellé gonoszság is társult, ugyanakkor telhetetlen is volt. Lusta volt, hiszen nem segített semmit a férjének a munkában, és erről már több alkalommal is szót ejtettünk, hogy nagyra vágyó is volt. Tehát kapzsi, gonosz, telhetetlen, lusta és nagyra vágyó volt. Ezek egyáltalán nem jó és szép tulajdonságok. Remélem, nekünk sikerül mindettől, ezektől a tulajdonságoktól távol tartani magunkat. A következő feladatban egy igaz állítást keresünk, amely állítás a következő kérdésre adja meg a választ. Miért lett mérges a hal? Olvassuk el az állításokat. Mert az asszony nagyra vágyó volt, mert nem gondolt az öregre, mert mások felett akart uralkodni, mert az asszony telhetetlen volt. Nagyra vágyó is volt, nem is gondolt az öregre, mások felett is akart uralkodni, telhetetlen is volt, de ez ne zavarjon meg bennünket, mert a hal akkor lett nagyon dühös, és vont vissza minden ajándékot, amivel megajándékozta a házaspárt, amikor kiderült, hogy az asszony mások felett akar uralkodni. Hogyha visszaemlékszünk a mese szövegére, akkor eszünkbe juthat a három kívánság is, hiszen a két mese tartalma nagyon-nagyon hasonlít egymásra, a mondani valója is, és erről elbeszélgethettek majd a tanítási órán is tanítónénitek vagy tanítóbácsitok vezetésével. És egy ajánlóval fejezném, mese a halászról, meg a kis halról, ezt a rajzfilmet a mellékelt linken megtalálhatjátok. Jó filmnézést és jó olvasást kívánok! Szervusztok!